És akkor, kedves nézők, itt van a döntő, amire annyira vártunk már. Na akkor nézzük, hogyan is jutottak el idáig, a fináléig. Ugye Rodrigueznek már jelenése volt pénteken, akkor a holland Danny Noppertet verte nagyon szoros mérkőzésen, kis szerencsével végül 6-5-re. Aztán beindult a gépezet, a világ első, illetve hát a European Touron első helyen kiemelt Gervin Price ellen egy 6-2-es imponáló győzelem. A német Clemens ellen 6-4, az angol Espinel ellen 6-2, és túljutott a lett Razmán is, méghozzá hátrányból fordítva egy nagyon izgalmas mérkőzésen 7-6-ra. Az egy igazán érdekes mérkőzés volt. És aztán akkor nézzük, hogy Humphries milyen nyomvonalon. Humphries ugye az első körben nem kellett játszania, mert hogy ő harmadik kiemelt. Az első mérkőzése Cameron Menzies ellen játszódott, ahol Menziesnek magasabb volt az átlaga ugyan, de 6-4-re tudta abszolválni a mérkőzést egy 97-es átlaggal. Majd ezután jött a hétvége csodagyereke Lukas Wenig, aki már komoly erőt, nem tudott fölmutatni komoly erőt, bár magas volt az átlag, de 6-2 lett a végeredmény. Utána pedig a negyed döntőkben Ian White próbált neki gátat szabni, de itt már egy 100 fölötti átlaggal 6-1 arányban legyőzte, és utána jött egy whitewash Stephen Bunting ellen az elődöntőben 7-0. Közben itt láthatjuk a statisztikákat. Humphreysé jobb, az átlagot tekintve, illetve a kiszállózást tekintve. Több 180-as dobott Rodriguez, 14-8 az arány ebből a szempontból. Többleget is játszott. 180! Ez már a 207. 180, csak szólok. Tehát rekord. Megdöntöttük az eddigi rekordot, bizony. Hát ugye 8 nyert legre zajló mérkőzés, én reménykedem benne, hogy egy minimum egy ilyen 10-12 maximum lesz ezen a meccsen is. Az az alap. Bizony, remélhetőleg. 180! Nem kellett sokáig ösztökélni Rodriguez sem. Nagyon sok rajongót szerzett szerintem ezen a hétvégén itt is. Dupla 9. Dupla 9. Nincsen! Nem, mutatja is, mintha kiesett volna a kezéből a nyíl a dobás pillanatában. Nagyon jó! Nagyon jó, Bull! Új, 25 maradt! Ennyit azért megérdemel Rodriguez, hogy visszatérhessen. Egy dupla 4. Tessék! Bizony, 1-0. A nyitó leg tehát az osztráké. Ugye korábban az osztrákok közül csak Szuljovics nyert European Tourt, senki más. Igen. Hát sokan többen nem is járnak. Nem nagyon, ugye? Nem, ugye, csak ugye a Host Nation qualifierek vannak, akik általában az első körben be is fejezik. Néha egyet tudnak haladni. Szinte póker arccal, mint megszokhattuk Humphries. És ha ugye itt nyer Humphries, akkor megelőzi Michael van Gerwent. Bizony meg. Ha kikap, teljesen mindegy, milyen arányban, akkor marad a második összesítésben. De ugye annyi pénzt gyűjtött már Humphries itt a European Touron, hogy garantálható, hogy ott lesz az Európa-bajnokságon is. 100. Nem is akár mennyivel előzi meg akkor, mert 14 ezer fonttal előzi meg. Gondolom majd van Gerwen azért a budapesti tornára visszatér. Valószínűleg jó igen. Lenne, ami a bokcsarnokban lesz. Igen, annak a magyar közönség is rettentően fog örülni. Meg egyébként is ő szereti Budapestet, úgy veszem észre. Igen. Nagyon szép! Olyan! 124, az eddig legmagasabb kiszállója az egész tornán Rodrigueznek. Gyerünk, fiúk! 2-0. Kell a segítség. 135. Humphries nem mosolyog, inkább csak fókuszál.
Jaj, de jó, mekkora troll! 140! És nem dobja be. Ez nagy. Jó van, kell ez a derű, ez jó kedv. Hát játék az egész valahol, egy nagy-nagy játék. 140. Élvezzék, ez a lényeg. Hát itt most már főleg Rodriguez esetében igazán mindegy, hogy mi a vége. Ez nagyon nagy három napot produkált ez a fiú. Igen, Rodrigueznek ez örömjáték. Persze. 97. És hát olyan örömjáték, hogy 100 fölötti átlaggal megy eddig. Még 90 alatt van Humphries, talán most javít és megy följebb. Jön a dribla. Nem dobott rá. Százöt. Igen. Dupla 16. Még mindig. A 3-0-hoz. Benne van. Az igen. Bomba kezdés Rodriguez-től. Azért ezt nem gondoltam volna. Tehát azok után, hogy lesimázta Humphries Buntingot. De hát azért még a nehéz fegyverzetet ő is előveheti. Viszi nagyon a lendület előre Rodriguez-t, 140-nel kezd. 100 a válasz. Az mondjuk komoly meglepetés lenne, hogyha Rodriguez lenullázná Humphries-t. Ez kizárt. Nehemet. Akkor megfordulna a föld. Saját tengelye körül. Nem. Itt azért még lesznek meglepetések szerintem ezen a meccsen. 130-al 131 marad. Ötösben megy az első. Próbál olyan iramot diktálni Rodriguez, amiben Humphries esetleg elporlad. Kiszálló az nincs, de egy szép kerekítés lehet belőle. Van is. Bizony 91-jel 40 marad. Tehát rádobhat a 4-0-ra is Rodriguez. 180! Ez most csepp a tengerben. Elsőre benne. Ennyi, kérem szépen 6 perce játszanak, ez alatt nyert 4 leget Rodriguez. És 8 nyertes a mérkőzés. Igen, tehát akkor egy ilyen jó negyedórás mérkőzés lesz. Hát eddig még benne van a pakliban, amit mondtál, hogy bizony. Akár lehet egy 8-0 is. Íme az átlagok. 100-as Humphriesnek. Harmadik kiemelt az angol. 3 tornát nyert az idei sorozatban. 60. Igen. Hát igen, ez egy akkora tempó volt ideig, ami úgy látszik Rodrigueznek is egy kicsit gondot okoz. Nem, hát ezt a pokolíramot végig nem lehet bírni. 180! Tehát lesz egy hullámből szinte biztosan. Kérdés, hogy mikor? 100. 124-ről az angol. Nem jön a tripla 18. 32 marad. Késő. Átcsúszik az ötösbe. 20. 85. 112 a 32 ellen. Első kívül. Második jó. Benne 4-1. Nem lesz whitewash. Nem. Isten őriz. 4-1. Tehát az első Humphries leg. Méghozzá azonnal egy break-kel megfűszerezve. Ó, 45 csak a kezdés. Hát ez van. Egy új leg kezdődött. Ajha. Ha. Azért csak jött egy tripla, 68. Igen. Azért megmentette ezt a három nyilat így. Nagyon jó. 180! Ez ötödik volt a meccsen. Ja, közben ki is írták.
legutóbb, amikor itt döntőt játszottak már, mint ezen a tornán, az Mannheimben volt, akkor Joe Cullen nyert Michael van Gerwen ellen 8-5-re. Tehát angol győztes már volt. Kettő is, ugye James Wade is nyert egyszer még 2016-ban. Akkor Csisznát verte a fináléban. Egy nagyon szoros hat játékban. Hat 60. Igen, ezt a szingli, három szingli. Jön a tripla. Nem jött még egy, úgyhogy 6 nyíl a 156-ra a zárkózáshoz. Első tripla benne van. Második is, dupla 18. Aj, de milyen szép 156-os kiszálló! Ilyet se láttunk még Humphreys-tól, tehát most tényleg a fellegekben van ő is. Íme. Tehát rekordot javítanak a kiszállózást tekintve, tehát a saját meccseiket nézve persze. Igen. Mert ugye volt már egy 170-es, meg 167-es kiszálló a tornán. Ugye Vénig tudta mind a kettőt végrehajtani, illetve Plaisiernek volt egy 167-ese még. Igen. Nem vacakolnak, szeretnék, ha a szurkolók gyorsan ágyba kerülnének. Holnap mégiscsak meló van. Hát nem, hétfő reggel menni kell. Igen. 121. Tehát körülbelül most vagyunk a mérkőzés felénél. Jön a második felvonás. 180! Rodriguez nagy meglepetés ennek a tornának. Van még ebben a fiúban spiritus. 96, 144 marad. Nem lesz 164-es kiszálló. 64 azért rosszra jött, 100 pont a maradék. 144-ről Humphreys. Ebből sem lesz. Úha. 50 pont a maradék. Tripla-dupla. Így nem. Dupla-dupla. Szerette volna. Sehogy se, csak 40. 60 marad. 18, dupla 16. Oly de szép! 4-3. Nem szabad temetni Humphreys-t. Ugye erről beszéltünk, tehát igen, az kizárt, hogy ugye 4 megnyert, legután Rodriguez nyer még 4-et, és hazamegy a nyereménnyel. Nem, 4-3, tehát megint nyílt a mérkőzés. És milyen szépen kezd? 180! Az ötödik, ha jól látom, tőle? Tőle, igen, az ötödik. Rodrigueznek 2 van. 140! Most nagyon mennek megint. Humphreys 101,6-es átlaggal vágtat. 140 jött rá. Nem jönnek a triplák. Egy se jött most. Nem. Van ilyen. Nagyon szép. Vissza tripla 20-ra. 105-tel. 76 a maradék. Érik az egyenlítés. Bizony. 0-4-ről azért. Humphreys tényleg fantasztikus. Szó nincs arról, hogy megrogyott volna. Nagyon jó. Dupla 8. Tessék. Hú, meg hogy dobja a kiszállókat? Hogy dobja, kérlek szépen? 60%-kal. Így van, vagy még annál is jobb. Hát 66,7, mert 4/6. Igen, igen. Így van, így van. 50% az a másik oldalon, 8/4. Na, hát érdekesen indult ez a döntő. 4 leg oda, 4 leg ide. De hogyan folytatódik? Hát úgy, ahogy az előbb, tehát hogy Rodriguez megint bevasal 4-et, akkor megnyert a meccset. Ugye most ő kezdett, tehát meg lehet az 5-4 neki. Na de így. 140 vissza. Fej-fej mellett nagyon tartja Rodriguez tempóját most Humphreys. 96. Igen. 180, az nem kiszálló. Egy tripla kell Humphreysnak, az ott van. 100 pont, ő már kiszállón van. Az már jó. Nagyon jó. Egy 20-as. Jó, ügyes volt. 140, így marad 40. Kreola bőre és szemüveges, de nem De Souza. Nem, nem sokkal be ilyenkor. 64, 100 marad. 4-et, dupla 20-ra. Dupla 10. Új, de messze van.
Na még egy kísérlet. Ott van. Bingo. 5-4. És megint vezet Rodriguez. Hát ha megnyeri, akkor ezt a Little John becenevet el kell felejteni, akkor ő Big John lesz. Igen, tud javítani. Szép kezdés. Humphreysnek kicsit össze kéne kapni ismét magát. 59 csak. Igen, megint turbó fokozatban. Úgy dobja, 123. De megint átcsúszott egy rossz szektorba egy. Kibattan! Honnan? És jó messzire. Igen, valószínűleg drótot kapott. Itt az esély Rodriguez előtt, hogy brékeljen. Egy jön neki, egy tripla 20-asba. Kiszálló van. Villám gyorsan. 140! Igen. Alig akarja elhinni Humphreys. Jó a tripla 20. Az is! Dupla 19! Megvan benne! Megvan! Talpon az egész aréna! A menedzserrel együtt! 6-4! Az igen! Fantasztikus! Íme! Neki is van egy 150 pluszos kiszállója most már. 100-as. És megint egy fordulat. Tehát ugye most 5-5-nek kellett volna jönnie, de hát ez elszúrta. Hiába van több mint 100-as átlag a Humphreysnak. Baj van. 99. Igen. Remekül kiszállóznak mind a ketten. 50% és 67%. Érdekes, azt nem nagyon mutatják, ritkán szokták kitenni nekünk a checkoutot. Igen. Nem baj, föltaláljuk magunkat. Persze, találunk mi ráadatot. Csak jön az. Na még egyet. 133, az is jó, 170 maradt. És nem örül neki, pedig hát az nem, a 170 megoldható. Minél jobban le akart menni. Jó válasz. 125. Nagyon jó válasz. Hú, de magas lett. Nincs Big Fish. Nem jött tripla. Nem, ez csak egy sneci volt. 85. 16-os. Nagyon jó, dupla 9. Ó, belül fogta. Meg lehet oldani a 112-t. Megvan a tripla 20. Megvan a 12. Dupla út is nagyon szép! Újabb 100 pluszos! Ebből a szempontból is 2-2 az állás, és faragja a hátrányt Humphreys. 6-5, és megy az egyenlítésért. 81. Az már a helyén van. Itt is jön másodikra a tripla. 95. Alá mind a kettő. 97. Na végre kirakták itt a kiszállózásokat. Humphreysnél ez 71% jelenleg. Brutál. Amikor eljut odáig, akkor megdobja. Nagyon szépen játszik. Hát ez a havai srácoknak is nagyon tetszik. 140. Igen. Rodriguez. Hú, egyes. Ó, tripla 5. 36! Jó. 134, nagyon szép! 49 a maradék. 2-30-ra Rodriguez. Kell kettő tripla. Egy jött csak, az is rossz helyre. 17-es, úgy van, dupla 16. Persze, persze, hihetetlen. 6-4 után 6-6. Még egy fordulat. Jön Rodriguez. Igaz, a hajszányi előny ott van még mindig nála. Kell hangerő. 180! Parádé. Ez mindig működik. A 8. 180-as, neki 3 van ebből.
A negyedik nem jó. Az ötödik sem az igazi. Ó, ah, 30 pontcsal. Elvihogta ezt a kört. A menedzser úr majdnem fekete szakállal indult még pénteken ide, és teljesen megőszült. De hát ilyen a darts. Szép. Nagyon szép. Na még egy, ugyanoda. 171! Igen! Igen! Marad egy Shanghai neki. 100-as csak a dobást. 6 nyíl a 120-ra. Nincsen tripla. Most nincs nyíl tripla. Nincs nagy baj, mert vissza fog térni akármit dob. 60, megfelezi. Megfelezte. Humphries nem felezni akarja, hanem letolni minél jobban. 105-tel. 76 a marad, 79 a maradék, bocsánat. 20, dupla 20. Dupla 10. Nincsen. Nincs meg. Húha. Ki lesz a hetedik? Most ez nagyon fontos kiszálló. 20, dupla 20. Dupla 10. Nem. Nem. Nem tudott már korrigálni, Len. Dupla 10 Rodrigueznek is. Dupla 5 Rodrigueznek. Még mindig dupla 5. Nincs benne! Húha. Mekkora dráma. Ez tényleg az. Ez most az. Humphries. Jó messze van. Második nagyon messze van. És nem belül. Jó. Nem jó. Három újabb hiba. Rodriguez kinyugszik meg. Ő. 7-6. De megyünk még tovább, hiszen 8 leg kell a győzelemhez. Humphries kezd. 24-jel. Mi a válasz? 100 a válasz. Ez sokkal jobb. Majdnem 4-szer annyi. Ím az átlagok. Humphries, hát hiába kezdett, ő most beragadt a startnál. Rodriguez kijátszott az elődöntőben az összes leget. Lehet, hogy most is kijátsza, ki tudja. Óha. 59 csak. Ez édes kevés. Kéne a tripla legalább egy. Jött is bizony, 100. Tehát akkor Humphriesnek legalább 140 kéne. Ő ötössel kezd. Nem 20. Jön a tripla, csak 25. Egy, 85. Még bármi lehet ebből. Ötös. 44. Nem jó. Humphries. Még semmi nincsen veszve. Persze, hát bármi lehet még. Csak jön az a tripla. 100 pont. Kiszállón van már. Rodriguez. Alul jön a tripla. Kettő? Nem, 96, 101-ig tudott lejönni. Kettő a tripla 18, nem, tripla 20. Nagyon jó, dupla 14. Oh, hát ez nem igaz. Döntőleg 7-7. A harmadik 100 pluszos kiszállója volt Humphriesnak. Íme, óriási meccs. Humphries 7 leget nyert. Ugye az elődöntőben ellenfele egyet sem. Itt azonban Rodriguez 7-nél jár. Kié lesz a 8. Vajon kié? Ez megint csak 60. Megint kevés a kezdés. Jobban kezdte Rodriguez az utolsó felvonást. Megint jön a tripla neki. Kettő is. 261-ig tud lejönni. Szűnni nem akaró ünneplés jön a nézőtérről. Fergeteges találkozó. 134. Méltó lezárása ennek a hétvégének. De kié lesz a korona? 60 pont. Nagyon belerántotta az utolsót. Igen. Nincs kiszálló. 140 kell, de nem jön. Ó, 97! Neki sincs kiszálló, fej-fej mellett. Az utolsó nyilak fognak dönteni. Tripla 3, ez más, a harmadik. Humphries. Neki nem remeg meg a keze! 180! Rodriguez meg kéne oldania! Nem lesz kiszálló!
Három meccsnyil Humphries elő, dupla 15! Első mellé! Már belül van a második! Nem jó! Nem jó! 8 marad! Óriási! Rodriguez kezében a döntés most! 18! Dupla 20 meccsnyil! Nincs benne! Neki is volt esélye! Vissza Humphrieshoz! Dupla 4! Őrület! Ott van benne 8-7! Hát dobja a másik kettőt! Remélem, hogy nem talált el vele senkit. Hihetetlen döntő! 8-7-re nyer Luke Humphries Robbie John Rodriguez ellen. Egy olyan meccsen, ahol kár, hogy van vesztes. Óriási mérkőzés volt. Hát kedves nézők, ez tehát az utolsó felvonás, az utolsó akkordja ennek a fantasztikus hétvégének. Luke Humphries negyedszer nyer European Tour állomást, ez pedig azt jelenti, hogy összesítésben megelőzi Michael van Gerwent. Ennyi fér bele a mai műsoridőnkben, reméljük, hogy jól szórakoztak. Köszönjük szépen Barta Zsolt, Molnár Laci és Lukács Viktor segítségét. Találkozunk szeptember legelején Budapesten a Bokcsarnokban a magyar European Tour fordulóban. Viszontlátásra! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Viszontlátásra, jó éjszakát mindenkinek!